Tehát ugye a szünet előtt annyival a gondolattal fejeztem be, hogy erre a küldetésre ráébredő emberek gyakorlatilag azt látták, hogy a világnak egy része, vagy a világnak egy jelentős része nem így működik, sem kulturálisan, sem szociálisan, sem gazdaságilag. Így nyilvánvalóan mindenki a maga beállítottsága, mindenki a maga képességei, vagy a küldetésének a specialitása szerint azon a területen, ahol neki feladata volt, ott elkezdett új dolgokat létrehozni. Magyarul elkezdte megteremteni annak az új jövőnek valamilyen kis csíráját, valamilyen magot elültetni, amiből talán úgy gondolja, hogy a jövőben kinyöhetnek azok a kulturális és szellemi kezdeményezések, vagy létrejöhet az a kulturális és szellemi szféra, ami a jövőnek egy egészséges társadalmát jellemzi. Ugyanígy voltak emberek, akik a szociális és társadalmi téren kezdtek el tevékenykedni, és ilyen magvetéssel foglalkoztak, és hát nyilván egy csomóan, ugye pont az előttem lévő előadó is pont ezen a területen volt tevékeny, sokan meg úgy gondolták, hogy az egyik legnehezebb területen, a gazdaság életnek a területén próbálnak ilyen magvetőként funkcionálni, és elindítottak egy vállalkozást, egy kezdeményezést, vagy valamilyen új dolgot. Most a kulturális területen igazán ami történt, vagy amik történnek a világon, azzal nem szeretnék túl sokat foglalkozni, mert az a világnak a legnyitottabb része. Ugye a kultúrában hozni egy új irányzatot, vagy festeni egy új festményt, vagy kitalálni azt, hogy legyen a mozgásművészetnek egy új formája, mondjuk Euripides vagy Bodmer, mindegy, hogy tudják, ugye ez nem meglepő az emberek számára, legfeljebb egy kicsit furcsán néznek arra, hogy most miért így mozognak, de hát ez erről szól a kultúra, hogy mindig új dolgok jönnek, és igazán, ha nem is fogadja el mondjuk, hogy az euritmia az hat az ételtestre, de hát egy mozgás, ha tetszik neki, akkor szép, ennyi. De a igazán nehéz terület az a társadalmi terület és a gazdasági terület volt, hiszen ugye a társadalmi területen ugye egy erős politikai hatalom van a világ minden országában, és azért az nem nagyon örül annak, hogyha egy kezdeményezés keletkezik, ami szemmel láthatóan azért indul el, hogy esetleg az ő jó kis hatalmát megdöntse, vagy csak akár meg is reformálja, és valamilyen más irányba indítsa el. Minden esetre az azért jó látható, és minden olyan kezdeményezésnek, ami társadalmi téren indult el, annak már megvolt előtte a vállalkozások terén a mintája. Ugye anélkül, hogy valaha is azok a vállalkozók, vagy azok a tanácsadók, akik ezeket a tanácsokat adták, politikával foglalkoztak volna, azt mondták már a 60-as évek végén, a 70-es években, hogy azok az egészségesen működő közösségek, ahol ezt a piramis felépítést, ami ugye még a régi hierarchiával jön, azt lelapítják. Ugye könyvet is jelentek meg ilyen neves tanácsadóktól, mint az ott az, hogy lapítsd a piramist, hogy egy olyan hierarchiát, egy olyan szervezetet létrehozni, ami egységes, és ez a fönt kitalálják és nem megcsinálják el, ez nem működik benne. És érdekes módon ezekben a közösségekben, ahol ezt valamilyen módon sikerült megvalósítani, olyan tapasztalatokat lehetett szerezni, hogy a hatalom élménye nélkül is lehet az embernek kielégülésre. Mert azért azt nem, nyilván sejtitek, hogy akinek volt ilyen élménye, az maga is tudja, hogy az, hogy nekem hatalmam van a másik ember felett, és a másik ember azt csinálja, amit én akarok, azaz nem az ő saját akaratát valósítja meg, hanem az enyémet, az azért az emberek jelentős részében egy óriási kielégülést okoz. Tehát azért küzdenek sokan, hogy ezt megélhessék, ezt az élményt, hogy a másik ember akaratát én határozom meg. És gyakorlatilag ez az a méteg, amitől aztán olyan nehezen tudnak bizonyos emberek megszabadulni attól a pozíciótól, hogy hatalomban vannak. És azokon a helyeken, ahol ezeket a lelapított piramisokat sikerült megvalósítani, azt tapasztalták meg, hogy van a közösségben egy másfajta élmény is, ami még vetekszik ezzel, illetve nem csak, hogy vetekszik, hanem még nagyobb kielégülést ad, de a közösség összes tagjának. Mert ugyanis azokon a helyeken, ahol a közösségi működést átalakították, ott az emberek közösen beszéltek meg bizonyos dolgokat, és az derült ki, hogy amikor én a közösségemmel megbeszélek valamit,
és utána azt megcsinálom, és az egy sikeres dolog lesz, az a közösség minden tagjában egy olyan élményt okoz, ami sokkal, sokkal jobb élmény, sokkal jobb érzés, mint az, amikor én valakinek valamit megparancsoltam, és tulajdonképpen, mint egy tehetetlen ember, azt csinálta, amit én csinálok. Tehát az a felfedezés lett már a vállalkozások világában, hogy ez a fajta közösségi élmény, ez egy nagyobb kielégülést ad, és minden embernek, ezáltal ugye sokkal motiváltabbá, és sokkal jobb teszi az embereket, és sokkal jobban zajlik a munka, sokkal sikeresebb a közösségi élet, mint az előző rendszerben volt. És nyilvánvalóan ebből következik, hogy ha ez egy vállalkozásban így van, akkor ha ezt egy nagyobb közösségre kivetítjük, akkor ott nyilván ott is igaz. Tehát ezt nem lehet mondani, hogy egy kisebb ember, egy 100 000 vagy akár 10 000 fős ember csoportnál, ha az igaz, akkor az nem igaz mondjuk 1 millióra, 10 millióra vagy akár többre. De mégis érdekes módon ez a gondolat, hogy lelapítani a piramist és egy közösségi élménnyel helyettesíteni a hatalmi élményt, ez még csak nagyon-nagyon kevés politikusnak jutott az eszébe, és hát igazán csak így elvétve vannak olyan községek, faluk, ahol ilyen politikusok működnek. A többség az úgy gondolja, hogy az én városom, és itt mindenkinek azt kell csinálni, amit én mondok. Ilyeneket én is megértem, voltunk ilyen kerekasztal beszélgetésen egy nagy dunántúli városon, ahol a polgármester ott ült, és ő teljesen határozottan azt mondta, hogy ez az én városom, és itt az történik, amit én mondok. És eszébe se jutott, hogy ő csak egy megbízatást kapott arra, hogy az embereknek az ügyeit intézze. Ő úgy gondolta, hogy azáltal, hogy ő polgármester lett, emberek ezzel együtt neki is ajándékozták az egész várost, és a saját sorsukat is. Mert itt nem csak az a baj, hogy ő azt hiszi, hogy jövi a város, hanem az is, hogy majd az emberek azt fogják csinálni, amit ő mond. És ugye pont ez az, ami miatt ugye ilyen őrült nagy diszkrepancia van a jól működő vállalkozások és a politikai, a társadalmi élet között. És ugye nyilvánvalóan azok az emberek, akik ezt felfedezték, azok megpróbáltak olyan közösségeket létrehozni, amelyben ez a lelapított piramis, vagy ez a fajta közösségi élet működik. Most ennek a fajta közösségi életnek az egyik alapelleme, vagy az egyik alapformája az, amit az elején már említettem, ez a hármas tagozódásnak nevezett társadalmi berendezés, vagy közösségi berendezkedés, mert ugye ebből a szempontból mindegy, hogy az most egy 100 fős, vagy egy 50 fős közösség, vagy egy 1 milliós. A berendezkedés maga az ugyanaz. Valószínűleg sokan ismerik, de azért röviden egy pár gondolatot mondanék erről, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Az ma már a rendszerelmélet alapján is teljesen egyértelmű, hogy az ember által létrehozott rendszerek, azok az ember tulajdonságát viselik. Tehát ha az ember valamit létrehoz, az ő teremtménye, ugye a társadalom már pedig az az embernek a teremtménye, az akkor az embernek a tulajdonságait viseli. Mint csak azt tudom belevinni, ami bennem van, többet semmiképpen nem tudok belevinni, kevesebbet lehet, de az nem jó. De végül is bizonyos dolgokat alapjaiban beleviszek, és ugye amikor az ember egy közösséget vizsgál, akkor azt kell megnézni, hogy mi az, amit mindenképpen minden ember mindig bevisz egy közösségbe, amit emberek hoznak létre. És az egyik ilyen alap, az, hogy az ember ez egy három részből, három különálló, jól elkülöníthető funkciójában és minden, akár fizikai tekintetben is elkülöníthető részből áll, mert van egyszer az embernek szellemi tevékenysége, ami egyértelműen a fejével és a gondolkodásával függ össze, tehát van egy szellemi része az embernek, ahol gondolkodom, van az embernek egy érzelmi része, ami ugye ezzel a ritmikus rendszerrel függ össze, a szívével, a tüdejével és a ritmikus részeivel, és az érzelem, aztán szociális szempontból az a kapcsolatok, az emberek egymáshoz való kapcsolódása, ami teljesen egyértelmű abból, hogy amit egy fiatal ember meglát egy csinos lányt, akkor gyorsabban dobog a szíve, vagy ha valami történik, hirtelen valaki megijeszti, akkor eláll a lélegzete. Tehát, hogy maga a ritmikus rendszer reagál arra, vagy ha ideges lesz, akkor fölmegy a vérnyomása, vagy fölbosszantják. Tehát, hogy ez a ritmikus rendszer reagál azokra a dolgokra, ahogy én kapcsolódok a többi emberhez. Tehát igazán az emberben a társadalmi és szociális kapcsolatok azok a ritmikus rendszerben jelennek meg, és akkor van az embernek a harmadik része, a végtagjai, amik aztán megint jól elkülöníthetők, illetve ehhez jön még a bérrendszer, meg a kiválasztás, de gyakorlatilag van az embernek az akarati része, amivel a világban cselekszik, amivel átalakítja a világot,
És ezt a hármas része való felosztást, ezt az ember beleviszi a közösségbe is. És minden közösség, amit az emberek valaha is létrehoztak, az ebből a három részből áll. Minden közösségnek van egy kulturális része, egy szellemi része, mondhatjuk így is, ahol az oktatástól a nevelésen keresztül minden olyan dolog benne van, ami az emberi kultúrával és a szellemmel kapcsolatos. Minden közösségnek van egy olyan része, amelyik az emberi kapcsolatokat szabályozza, amit a társadalom a politikának nevezünk, a törvényalkotás, a különböző szabályozók és minden egyéb. És a harmadik rész pedig az, amikor a világot átalakítom, amikor én a cselekedeteimmel, a munkámmal a világot átalakítom, ez pedig nyilvánvalóan a gazdasági tevékenységnek a része. És mivel minden közösségbe beleviszi az ember, amikor teremti a közösségeket, ez azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy megszűnt ez a beavatottak által irányított, vagy beavatottak által szervezett társadalmi formáció, és mi kezdtük el teremteni, attól a pillanattól kezdve gyakorlatilag ez a hármas tagozódás működik, működnie kellene. De mivel nem vagyunk a tudatában, hogy ezt a három dolgot mi belevisszük, és ennek a három dolognak különböző szabályai vannak, ezért a mai napig azok a társadalmak, amit az emberek maguknak teremtettek, azok egészségtelenül működnek, rosszak, mind a kulturális életben, mind a szociális életben, mind a gazdaság életben. Ugye erről beszéltünk a múltkor, és gyakorlatilag minden nap ezzel a problémával találkozunk össze, hogy ugyanis akaratlanul egyszerűen azért, mert teremtőként egy ilyent hozunk létre, akaratlanul, mert nem tudjuk, hogy mik ennek a működésnek a helyes szabályai, gyakorlatilag egy létrehozott, de rosszul működtetett hármas tagozódású társadalmi rendszerben élünk, és mindaddig, amíg ezt a három területet, vagy három részét a társadalomnak nem tesszük rendbe, azaz nem a saját szabályai szerint működtetjük, addig soha semmi nem fog jól működni. Mindig problémákkal és bajokkal és gazdasági katasztrófákkal és különböző társadalmi problémákkal fogunk szembesülni. Egyféleképpen lehet a világban rendet tenni akkor, hogyha a szellemi területnek a törvényszerűségeit ismerjük, a szociális területnek a törvényszerűségeit ismerjük és a gazdaságit is, és megpróbáljuk azt szerint működtetni azokat. Most ennek a három területnek az egyik legfontosabb jellemzője az, hogy egyik sem uralkodik a másik felett. Tehát nem úgy van, mint régen, mert régen is hármas tagozódású volt azért a világ, ha megnézitek, mert fölül volt a szellem, ugye fölül voltak a szellem emberei, az a néhány ember, aki a király és a beavatott papokkal együtt gyakorlatilag tudta, hogy mit kell csinálni. Középen voltak azok az emberek, akik a szociális feladatot látták el egészen az utolsó pillanatig, a nemesek, akik mindig a hadseregükkel, meg a hatalmukkal gyakorlatilag a fönt kiadott parancsoknak a végrehajtását felügyelték, megbüntették az embereket, beszedték az adókat, és alul voltak a gazdasági tevékenységet végző embereknek a tömege. Ez régen is megvolt, csak akkor, mivel fölülről egy szellemi irányítás áthatotta az egészet, ez tudott működni. Most viszont, mivel megváltozott a világ, most egy olyan hármas tagozódás rendszernek kell lenni, ami nem egymás alatt helyezkedik el, hanem egymás mellett. Van egy szellemi szféra, van egy szociális szféra, és van egy gazdasági szféra. És ez a három, ennek egyensúlyba kell lenni egymással, és egyik sem uralkodhat a másik felett. És ugye most már akkor rögtön látjuk is, hogy mi a mai kornak az egyik legnagyobb betegsége, hogy az egyik megpróbál a másik felett uralkodni. Azaz, ha egyensúlyban van és önálló ez a három terület, akkor senki sem szólhat bele arra, se gazdasági szereplő, sem politikus abban, hogy mi van a kultúrában, mit tanítanak az iskolában, milyen festményeket festenek a festők, vagy mi történik a szellemi életben. Azt a szellem emberei, a tanárok jobban tudják, hogy mit kell tanítani egy gyereknek, mint egy országgyűlési képviselő a világon mindenhol. És ez ugyanígy van a gazdaságban is, hogy a gazdaság nem irányíthat egy országot, mert akkor fölborul ez az egyensúly, és a gazdaság kerül fölülre, most pedig ugye ez van, hogy gyakorlatilag gazdasági érdekek miatt hozzák a politikában a törvényeket. Ezáltal egy olyan egészségtelen egyensúly lesz, hogy a politikát a gazdaság irányítja, ezért, hogy a politikusok úgy érzik, hogy még legyen, van egy kis hatalom, gyorsan
fölül kerekednek a szellemi szférán, és akkor legalább ott hoznak törvényeket, és akkor nekünk azt lehet mondani, hogy valahol legalább van hatalmunk. De ez van a világ minden országában, tehát most a félreértések elkerülőséget nem Magyarországról beszélek, ez történik a világon mindenhol. Németországban a Kempil mozgalmat és gyakorlatilag a Waldorfot is lassan tönkretette az állami beavatkozás. Tehát a Kempilekben, hogyha kimegy az ember Németországba, azt mondják, hogy most az már egy ilyen furcsa módon működő alternatív gyermek otthon, ahol már gyakorlatilag az újak nem is emlékeznek arra, hogy volt valahogy egy alapító, hogy az, amit akkor csináltak, az miért volt, és a pénzzel gyakorlatilag teljes egészében átvették a hatalmat, mindent, amit régen, ami a Kempillé tette, az fokozatosan szűnik meg, és napról napra mindig húznak ki dolgokat, hogy ezt nem lehet, nem adok pénzt. Ha csináljátok, nem kaptok pénzt, és mivel ugye attól függnek. Ezért, és ők sajnos abban a helyzetben vannak, hogy szinte képtelenek most ebből kilépni, mint egy bénult kacsa gyakorlatilag hagyják ezt, mert nem készültek fel rá arra, hogy nekik esetleg önellátónak kell lenni, vagy legalább részben önellátóvá kell válni. Tehát gyakorlatilag akkor működik egy társadalom egészségesen a mai korban, ezt hangsúlyozom, mai korban, ha a kultúra, a szellemi terület, a szociális terület és a gazdasági terület egymással egyenrangú, és az egyik a másikban nem szól bele, mindegyik a saját feladatát végzi. A kultúra az csinálja azt, amit a kultúrában csinálni kell, az állam az gondoskodik arról, hogy az emberi kapcsolatokat megfelelően szabályozó törvények legyenek, beszedi azokat az adókat, amit be kell szedni, és szétosztja úgy, ahogy azt szét kell osztani, de ez nem hatalmi pozícióban teszi, hanem szolgáltató pozícióban, és végül a gazdaság pedig ellátja az embereket olyan áruval, olyan termékekkel, amivel az emberek ki tudják elégíteni az igényeiket, hogy aztán a szellemi területen aktívak és kreatívak tudjanak lenni. És ez nem csak nagyban, ez ugye kicsiben is egy betegé tesz egy közösséget. Tehát ha most, ha már Waldorf iskolának a rendezvényén vagyunk, ha véletlenül egy olyan Waldorf iskola működik, ahol a gazdasági ügyeket kezelő emberek úgy gondolják, hogy ők ezáltal diktálhatnak az iskolának, akkor ugye egy óriási probléma következik be, mert akkor ez az egyensúly felborul, és a közösségben a gazdaság kezd dirigálni, és ő mondja meg, hogy esetleg akár azt is szeretné megmondani, hogy mit tanítsanak az osztályokban, vagy éppen, hogy mi történjen a szociális életben, miközben ugye a gazdaságnak mi a feladata, hogy kielégítse azokat az igényeket, amik az iskolában vannak. Márpedig nem diktálni, hanem megszerezni a forrásokat, és azokkal kielégíteni az igényeket. Ugyanúgy, amitől egy Waldorf iskolában nincsen szociális tér, vagy egy közösségben nincsenek szociális szabályok, akkor egy káosz van. Tehát, hogyha nem hozom meg a működésemnek a szabályait, ha nem csinálok egy olyan teret, ahol meg lehet beszélni, hogy hogy kell viselkedni, kinek, mikor, mit kell csinálni, mikor, milyen konferencia van, oda kinek kell elmenni, ha elment, ki, mikor, hogy számol be róla, és hogy vonjuk felelősségre, vagy hogy ellenőrizzük le, hogy megcsinálta azt, amit vállalt, ezek mind annak a szociális térnek a feladatai, aminek egészségesen kell működni. És hát aztán ugye van a szellemi rész, ugye ez egy Waldorf iskolában viszonylag jól meghatározott, de ugyanolyan rossz, ha a tanárok azt mondják, hogy ők dirigálnak, és akkor úgy néz ki az egész, hogy fölül vannak a tanárok, és akkor ők dirigálnak mindenkinek, és akkor attól kezdve hozzájuk se lehet szólni, mert ugye hát Isten őszre nem lehet megszólítani a gurukat, akik ott fönn vannak. Tehát, hogy ennek egyensúlyba kell lenni a tanároknak, ugyanúgy át kell élni azt a felelősséget, hogy a szülők rájuk bízták a gyerekeket, és ezért ők a gyerekeknek az inkarnációjáért felelősek, mint ahogy a szülőknek át kell élni azt a felelősséget, hogy a tanárok viszont rájuk bízzák az iskola fenntartását, és azt, hogy az iskola inkarnációját biztosítsák, hogy ők közben dolgozni tudjanak. De mind a kettő egyformán fontos, és ezért egyik se dirigálhat a másiknak, hanem csak partnerként ott középen összetalálkozhat. És ez a kettő gyakorlatilag, hogyha ezt így nézzük, ha ez jól működik, akkor ugyanazt az élményt adja, amit az előbb beszéltem a lelapított piramisként működő vállalkozásoknál is. Mert ott itt ugyanaz a közösségi élmény tud megjelenni ebben a szociális térben, hogyha a szülők, tanárok egymással, szülők egymással közösségként tudnak működni, és közösen tudnak döntéseket hozni, közösen tudnak feladatokat vállalni, és azokat közösen csinálják meg. Tehát mondhatnám úgy is, hogy itt ebben a térben
el tudnak indulni azon a szaturnuszi úton, amiről az előbb beszéltem, hogy egy közös megismerési út, nyilván sok problémával, nehézséggel, vitával és egyébben, de végül is elindulhatnak abba az irányba, ami a jövőbe mutat. Ebből a szempontból egyébként a Waldorf iskolák azok lennének, azok lettek volna Steinernek, hogy az eredeti szándéka szerint azok a csírák, amiket a világban elültetünk, ahol ezt a hármas tagozódást nem csak beszélik, hanem gyakorolják is. Ugye van neki egy olyan mondása is, ami azt mondja, hogy igazán az lenne az ideális, hogy amikor a gimnázium végén kilép a Waldorf iskolából egy gyerek, akkor a hármas tagozódás az úgy beleívódik a csontjaiba, mint a szorzótábla. Ugye pont azért, mert nem beszélnek róla, hanem azt látja mindenkitől, szülőtől, tanártól, hogy ezt a három területet jól szétbontva, de egyensúlyban tartva, egyik sem uralkodva a másik felett, hogy lehet kezelni. És ha ezek a gyerekek kilépnek a világba, akkor gyakorlatilag ők viszik magukkal azt az impulzust, hogy azokon a helyeken, ahol dolgoznak, ott mit kell tenni annak érdekében, hogy ott is olyan legyen. És akkor alulról elindulna egy olyan változás, ami szépen lassan gyakorlatilag átalakíthatná az egész világot, vagy egy-egy országot, aztán ezen keresztül akár egy földrészt is, ha elég sok Waldorf iskola van, és elég sok diákban ez beleívódik. Hát ugye azért sajnos azt kell mondani, hogy, és ez nem csak a magyar tapasztalat, hogy azért sok iskolában ezt azért nem tudjuk még egyelőre megvalósítani, hogy a diákok már így menjenek el, mert egyelőre még magunkkal küzdünk azért, hogy egyáltalán valahogy ezt a dolgot összehozzuk, de már az is nagy dolog, ha küzdünk. Mert nyilván minden új valamilyen küzdelem árán, valamilyen nehézség árán, valamivel való összeütközés árán jön meg, és hát a szociális téren mivel ütközünk? Hát saját magunkkal. Ugye azzal, ami bennünk van, hogy azt át kellene alakítani, hogy ezt a régi holdútból megértsem ennek az új szaturnuszi útnak a minőségét, és tudjam alkalmazni, és hogyha ha szerencsém van, olyan társak vesznek körül, akik tudnak nekem ebben segíteni, akkor én is tudok segíteni, jó. Ha pehjem van, vagy a sorsom olyan közösségbe hozott, ahol harc lesz ebből, az is jó, de ugye ott egy kicsit nehezebben halad előre a dolog, és gyakorlatilag ez a csíra, ez nem tud kihajtani. Tehát ott van egy mag elültetve, mondjuk Magyarországon is van 34 mag, és ennek ugye az lenne jó, hogy ezek most kihajtanának, és jó nagy fává jön, és a termése az meg szanaszét szóródna, és mindenhol újabb csírák, vagy újabb magok vetődnének el. De hát ugye ez ugye el kell érni azt az erőt, amitől ez a mag ugye szárba szökik, és ez elindul. De gyakorlatilag érdekes módon azok az emberek, akik elindultak azon az úton, hogy a társadalmi formákat meg kell változtatni, azok mind ebből az irányból jöttek. Tehát például Németországban az a társaság, akik a részvételi demokráciát, ugye, ami a társadalmi formáknak a megváltoztatásának a jövője lenne, azok gyakorlatilag vagy az antropozófiából, vagy a Waldorf iskolákból jöttek. És gyakorlatilag az a politikus, aki egyébként aztán az Európai Unióban elérte azt a parlament, Európai Parlamentben elérte azt, hogy végül a parlament megszavazta, hogy bekerüljön a részvételi demokrácia, mint az Európai Unióban elfogadott alapelv a közösségek működésére, az egy jól ismert, jó nevű a német antropozófus volt, aki egyébként a Zöld Pártnak a képviselőjeként jutott be a parlamentbe, és ott addig lobbizott ezért, és nagyon ügyesen és nagyon jó szociális kapcsolatokat képítve, addig tudta ezt csinálni, míg végül is most ugye a lisszaboni szerződésbe ez belekerült, hogy a közösségek működésének egy elfogadott formája az, hogy részvételi demokráciát csinálnak. Most igazán azt lehet mondani, hogy ma van egy eszköz, ami minden embernek az Európai Unióban a rendelkezésére áll úgy, hogy nem kell harcolni. Tehát nem úgy van, mint mondjuk a gerébági az oltással, hogy akár az ember a börtönt is kockáztatja, ha valami újat be akar vezetni, vagy valami változást szeretne elérni, hanem itt úgy lehetne változtatni, hogy ez teljesen törvényes, és minden ma elfogadott alapelvnek is megfelel. És mit látunk Magyarországon, hogy egyetlen egy helyen van működő részvételi demokrácia, a többi helyen tervezik azt, hogy bevezessék, de egyelőre nem tudták azt a lépést megtenni, hogy valójában ez egy működő dologgá váljon. Biztos van egy tucatnyi olyan község vagy kisváros, amelyikben ez a gondolat odáig eljutott, hogy
szervezkednek, összeülnek, beszélnek minden, de igazán áttörés nem tudott történni. Pedig ugye ez lenne az egyetlen lehetséges forma, amiben az ember emberként érezheti magát. Tehát ez az egyetlen korszerű forma, ami ebben a modern világban az ember számára egy egészséges életet biztosít, egy egészséges társadalmi formában élni. Egyszerűen a részvételi demokráciának annyi a lényege, hogy a hatalom az tulajdonképpen ma a világban a törvényhozásban nyilvánul meg. Aki a törvényt hozza, azért a hatalom, mert a többieknek azt kell csinálni. Ergo, mivel a demokrácia egyébként is azt jelenti, hogy hatalom a nép által, ugye ez akkor igaz, ha a nép hozza a törvényeket. Egyébként, ha nem a nép hozza a törvényeket, akkor nem az övé a hatalom, kész. Lehet erre vitatkozni, lehet erre magyarázni, hogy a részvételi demokrácia az milyen jó, meg milyen kosz, nem az. Ma egy olyan, a mai tudatosság mellett, ugye az lenne a jó, hogyha az emberek képesek lennének megérteni, hogy az én rá vonatkozó törvények hozatalában én nekem is részt kell venni. De nem akarunk. Tehát, hogy az a szomorú helyzet van, hogy pillanatilag Magyarországon a részvételi demokráciáról egy pár szót beszélünk, mint a szociális formáknak a jövője, akkor, hát most nem akarok számot mondani, de ahol én járok és erről beszélünk, ott az embereknek a többsége azt mondja, hogy ezt nálunk nem lehet megcsinálni. Nyilván abból indul ki, hogy tudja, hogy ő ott a falujában, ő se beszél a szomszédjával, meg az utcában senkivel. Tehát nyilván nem tudja elképzelni, hogy most azzal az emberrel leüljön egy teremben, és együtt megbeszéljük, hogy milyen törvények legyenek, vagy milyen határozatot hozzon az önkormányzat, vagy hogy hova építsék a játszóteret. De mindaddig, amíg az emberek nem tudnak egymással kapcsolatba kerülni, tehát amíg nem jövünk rá arra, hogy most így egymásra utaltak vagyunk, és csak együtt tudunk valahova előreadni, addig akkor szenvednünk kell attól, hogy valaki máshoz helyettünk a törvényt. Tehát most vagy megerőltetem magam, és mégis megpróbálok vele leülni, és kibékülök vele, és megpróbálok szót érteni vele, vagy pedig akkor egy nevető harmadik kihasználja a mi ellentéteinket, hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy az osz meg és uralkodj, az mindig egy sikeres dolog volt. Tehát ha az embereket összeugratjuk egymással, akkor valaki mindig egy legkisebb közösségben, meg egy nagy családban is meg tudja szerezni a hatalmat, és akkor attól kezdve ő kiéli azt a vágyát, ami benne van, a többiek meg szenvednek. Tehát igazán a társadalmi vonatkozásban én úgy gondolom, hogy megvan az eszköz, megvan egy teljesen legális eszköz, ez a jövőnek az eszköze, amikor az emberek együtt, közösen hozzák meg azokat a szabályokat, amik rájuk vonatkoznak, és ez teljesen korszerű, teljesen megfelel annak az elvnek, amit gondolunk, mert egy ilyen esetben nyilvánvalóan az emberek nem engedik meg, hogy a gazdaság diktáljon, tehát ha valaki gazdasági érdekből szeretne bejönni egy közösségbe, és azt mondani, legyen az, amit én mondok, akkor nyilván azt fogják neki mondani, hogy ne arra, hogy nekünk ez nem jó. Minket nem lehet megvesztegetni. Tehát mindaz, ami ma sajnos könnyen azt lehet mondani, hogy a világban általános, az egy ilyen közösségi döntéshozatal esetén az egyszer nem működik. És hiába mondja nekem azt a szomszédom, hogy ő csak esténként azért kiabál a feleségével, meg azért veri, mert az rossz, de ő egyébként jó politikus lenne, ezt az emberek nem hinnék el neki, és nyilván nem választanának meg egy olyan embert, akiről az egész falu tudja, hogy egyébként meg emberileg nem jó. És ma meg számtalan helyen van a világban olyan, hogy olyan emberek kerülnek politikusnak, akivel az ember az utcán nem átmenne másik oldalon a szembe jön. Tehát, hogy igazán ugye ez egy olyan, ez csak azért van, mert mi nem vállaljuk fel a teremtő feladatunkat, és nem vagyunk hajlandók azt csinálni, amit nekünk csinálni kell. Még a magyar példa, ugye ez az abai példa, hogy abán van az egyetlen működő részvételi demokrácia Magyarországon, ugye ez Fehérvártól délre, nem bizony, nincs túl messze tőletek ismerjétek. Az pedig egy rendkívül sikeres példa, tehát az egy fejlődő községé vált, az emberek átalakultak minden, és ugyanazokat a jegyeket kezdi viselni, amiket Nyugat-Európában az ilyen részvételi demokráciákkal működő helyek vannak. Ha az ember bemegy a kocsmába, akkor ott nem a meccsből üvöltöznek egymással, hogy most ez a focista volt jobb, vagy a másik, vagy hogy ez les volt, vagy nem volt les, hanem arról beszélnek, hogy mi történjen a faluban, hogy mit döntsenek, mit ne döntsenek, most jön a következő döntés, hogy akkor ez jó, nem jó, mi a jó nekik, honnan tudnak pénzt szerezni, melyik vállalkozók bízzák meg. Tehát a saját közösségi ügyeikkel foglalkoznak többnyire, és nem pedig értelmetlen, fölösleges dolgokkal, amik korábban csak időpocsékolás volt, és azért volt, hogy valamivel kitöltsék az idejüket. Tehát ez van pillanatnyilag a szociális vonalon, vagy társadalmi vonalon, mondhatnak így.
mert itt igazán egy irányba mutat a jövő. A gazdasági vonalon viszont számtalan dolgot kezdtek ezek az emberek megvalósítani, akik ráébredtek arra, hogy mi a küldetésük, és ma már azt lehet mondani, hogy a gazdasági életnek a régi módon való működését ezek a kezdeményezések már alapjaiban veszélyeztetik. Tehát olyan mértékben kezd elterjedni ennek az új tudatosság, ezeknek az új tudatosságú embereknek a gazdaságban való aktívvá válása, hogy szabályosan már elemzők attól félnek, hogy bizonyos iparágak vagy bizonyos szolgáltatói ágak egyszerűen csődbe mennek, és a régi módon már nem tudnak működni, és egyszerűen nem is látják, hogy ez a dolog hova vezet. Tehát olyan mértékben változott meg az egyes embereknek a gazdasági téren való megnyilvánulása és a gazdasági javakhoz, vagy a saját tulajdonokhoz való viszonyulása, hogy egyszerűen döbbenten állnak a szakemberek ezekkel a kérdésekkel szemben, mert nem értik, hogy miért. Tehát az ő számukra ez a tudati változás, hogy az embernek gondolatai is vannak, vagy van egy szellemi része, és hogy abban bizony ezek a dolgok, ez a három fontos dolog, amiről beszéltünk, ugye a célok, az alapelvek és a küldetés, hogy ez meghatározza, hogy én mivel azonosok és mit csinálok, ez ugye azért a mai modern közgazdaságtan számára ez nem létezik. Ugye ő az embert nem tudja egy szellemi lényként elfogadni, ő csak egy fogyasztónak tekinti az embert, és nem érti, hogy az eddigi manipuláció miért nem működik, és egyszer van egy hirdetés, hogy itt vedd az almát, akkor mégis miért máshol veszi. Tehát, hogy ez egyszerűen nem tud ezzel a kérdéssel mit kezdeni, és így nem is értik, hogy milyen irányba fog menni a világ. Ugye, mert kezdődött az egész ugye még az elején, a 60-as években azzal, hogy etikus bankokat kezdtek el alakítani az emberek. Tehát olyan bankokat csináltak, amelyik nem hajlandó többé már azokat a egyébként hagyományosan sikeres pénzszerző forrásokat finanszírozni, mint fegyverkereskedelem, kábítószer és egyéb ilyen különböző dolgok, hanem egyszerűen azt mondták, hogy én átlátható módon megmutatom neked, hogy hova teszem be a pénzemet, csak olyan dolgokat finanszírozok, ami azzal kapcsolatos, hogy az embert szolgálja, vagy a közösséget szolgálja. És ugye nyilván a természetvédelem és összes többi az ugye az embert szolgáló dolog. És nem csak azt mondom, hogy ezt vállalom, mert a többi bank se vallja be, hogy én abból keresek sok pénzt, hogy most esetleg egy fegyverüzletet finanszíroztam, hanem még meg is mutatom neked, hogy akár a te pénzedet hova teszem. Tehát ha én beteszek 100 forintot, akkor vannak olyan etikus bankok, ahol megtudom azt is, hogy azt az én 100 forintom hova került. Hogy most esetleg egy mezőgazdaság gazdálkodó vett rajta egy gépet, és tudom, hogy ki az elmehetek megnézni. Sőt, ha bajba kerül és nem tudja visszafizetni, akkor megkérdezik tőlem, hogy elengedném esetleg a kamatot, mert ugye annak az embernek akkor nem tud termelni, akkor nincs bioélelmiszer, hogy nekem az is megérné, hogy esetleg bioélelmiszer egy nulla kamattal adom, és akkor akár el is mehetek hozzá, és segítetek neki rendbe tenni a gazdaságát, vagy ami neki nem megy abban valamilyen módon támogatni őt, és akkor aztán mégiscsak vissza tudja egy idő után fizetni a pénzt. De ez még Magyarországon is így van, hogy még a magnetbankban is az emberek beteszik a pénzüket, ott is megkérdezik, hogy mennyi kamatot kell adni, vagy mennyi kamatot kér, és ugye megadnak egy skálát, és megmondják, hogy körülbelül mennyi kell a banknak ahhoz, hogy életben maradjon. És érdekes módon az emberek tudatosan egy picivel, tehát átlagban egy picivel többet mondanak, mint amennyi a banknak kell, de csak nagyon picivel. Tehát, hogy nem az van, hogy mindenki kétszer annyit mond, mint amennyi kellene, hanem mindenki érzi, hogy a banknak életbe kell maradni, mert ugye ez egy jó bank, akkor legyen ez így. Tehát, hogy az emberek tudatosságára építve gyakorlatilag megindult egy ilyen, és gyakorlatilag ez volt az első kis tégla, amit kivertek abból a falból, ami azt mondja, hogy csak ez a jó. Ezt lásd, és semmit más nem lehet látni. A bankok csak úgy működhetnek, ahogy eddig működtek, és ma már a világon minden országban, legalábbis a nyugati, tőlünk nyugatra vannak etikus bankok, és van, ahol több is, és nagyon jól működnek, ugyanúgy, ahogy nálunk a jövedelmüket szétosztják különböző alapítványok és különböző, hát ugye csak pozitív céloknak a támogatására. És ha megvoltak az etikus bankok, akkor nyilván a következő lépés volt az, amiről most olyan sokat nem akarok beszélni, de ugye amiről már az előadás is szólt, hogy az emberek azt érezték, hogy igazán a mai hatalom az a pénzen keresztül fogja meg őket. Tehát az, hogy van egy pénz, amelyik gyakorlatilag meghatározza, hogy melyik országban mi mennyi pénz folyik. Tehát van egy központ, aki a pénz és az meghatározza, hogy hova mennyi pénz folyik. Gyakorlatilag ezzel az emberek meg vannak fogva. És ugye, ami példát már a múltkor mondtam, gyakorlatilag ez olyan, mint ha én lemondanék arról, hogy az én saját véremet én termelem. Tehát, hogyha
ha én nekem van egy balesete, van és elfolyik a vérem, akkor meghalok, mert nem kapok mástól vért. Mert nem tudom újra termelni a véremet, gyakorlatilag most így működnek az országok, van egy kis csoport a világban, aki eldönti, hogy melyik országban mennyi pénz lehet, és ha valakit szeretnek, a sok pénz van, akit meg nem szeretnek, vagy a spekulációjuknak éppen az a tárgya, egyik helyen sok pénz van, a másik helyen kevés. Most nyilván azok az emberek, akik rájöttnek arra, hogy ezzel vagyunk megfogva, azok azt mondták, hogy akkor próbáljuk meg pénzhelyettesítőket minél nagyobb tömegben kiadni, és érdekes módon ez a 2000, amit itt az előző előadó említett, ez nagyon sikeresen működik. Tehát, hogy azokon a helyeken, ahol nem felülről húzzák rá az emberre a helyi pénzt, hanem tényleg a közösség maga adja ki, akkor azokon a helyeken ott tényleg egy gazdasági fellendülés lesz ebből az egészből, de olyan mértékű, hogy a hagyományos gondolkodású közgazdaságtan számára ez nem is érthető. Tehát egyszerűen nem értik meg, hogy miért van, és nyilván, hát, vagy mondhatnám úgy is, hogy nem akarják megérteni. Mert azért ezt a helyi pénzekkel kapcsolatban tudni kell, hogy amikor az első világháború után a helyi pénzek egyszer csak ilyen világtémává váltak, ugye, mert abban az időben, akkor ott Ausztriában meg egy-két helyen volt rendkívül sikeres helyi pénz, amikor az egész világ nyomorgott meg mindenhol, ugye gyakorlatilag semmi nem volt, ott épültek a házak, mind gyönyörű volt a város, boltok tele voltak, éttermekben ettek az emberek, és senki nem értette, hogy mi van, miközben csak egyszerű dolog volt, hogy az ottani polgármester összefogva a közösséget, és helyi pénzeket vezetett be. És ez olyan mértékű volt, hogy már az Amerikai Egyesült Államokban is fogalmaztak egy törvényjavaslatot, hogy egy országos helyi pénzt vezessenek be, mert rájöttek arra, hogy a duális pénzrendszer az mennyire jó a gazdaságnak. Hogy ha az amerikai dollár mellett, akkor ilyen regionális pénzeket hivatalosan bevezetnek. És az utolsó pillanatban még elküldték a törvényjavaslatot egy valami egyetemi professzorral véleményeztetni, és akkor az is azt mondta, hogy ez egy nagyon jó dolog, a gazdaságot fellendíti, de a központi hatalmat jelentős mértékben gyengíti. Ugyanis az a régió, amelyiknek van saját pénze, az nyilván már nem függ annyira, hogy mennyit kap föntről. Hát egy kicsit ad egy kicsit több pénzt. Ugye, mert azért ott abban azért nem úgy csinálták mindig, hogy most annyi pénzt le kellett tenni a bankba, hanem az első helyi pénzt úgy csinálták, egyszerűen az önkormányzat kiadott ennyi pénzt, és azt mondta, hogy ő adóba ezt beszedi, és akkor most az összes többi pénzt most is ugyanígy csinálják, hogy semmiből csak úgy kinyomtatnak pénzt, ugyanígy nyomtatták ki akkor ott azt az elsőt is. De ez a fél mondat, amit ez a szakértő odaírt, ez gyakorlatilag a mai napig gyakorlatilag minden politikusnak a fejében ott van, és azt mondja, hogy ha helyi pénzek vannak nagy számban, akkor az én hatalmamnak annyi. Ergo, nem véletlen, hogy a világ minden országában utána hadjáratot folytattak a pénzek ellen, és volt egy időszak évtizedeken keresztül, amikor szinte nullára csökkent. Tehát gyakorlatilag egy-két pénz kivételével minden pénzt kiirtottak, úgy, hogy a politika összeállt, olyan törvényeket hoztak a Nemzeti Bankkal közösen, hogy helyi pénz nem tudott működni. De mivel az emberekben, ugye ezzel a tudatossági változással, amit mondtam, az 50-es évek után olyan mértékben jelent meg ez a dolog, hogy de igenis, én ezt meg akarom csinálni, minden utat megtaláltak arra, hogy hogyan lehet mégis minden tiltás és minden ellenkezés dacára helyi pénzeket létrehozni, és ez Amerikától kezdve el Nyugat-Európáig olyan nyomás volt, hogy a nulláról gyakorlatilag az elmúlt néhány évtizedben, mondom, hogy 4000 fölé emelkedett már az ismert pénzrendszer száma, körülbelül ennek a fele az tényleg, ami jól is működik, tehát ami tényleg sikeres, de Japántól Dél-Amerikáig mindenhol vannak ezek. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a mai napig is minden politikus ellenkezik ezen, és ha megnézitek a Magyar Nemzeti Bank honlapját, ott is a helyi pénzzel kapcsolatban az, hogy egy hülyeség fölhívja a pénzt, és egyébként is soha sehol semmiféle pozitív hatása nem volt. Mintha nem is ebben a világban élnének. De hát ők ezt szeretnék látni, vagy ezt szeretnék láttatni azokkal az emberekkel, akik egyébként talán oda vennek arra honlapra, hogy elkezdenek valamit csinálni, és hát ha a Nemzeti Bank mondja, hogy az nem jó, akkor hát akkor valószínűleg mi tévedünk, hogy mégis azokon a helyeken valamilyen fellendülés volt. De hát a tények magas dolgok, ugye ezzel nem lehet mit csinálni, ha bármelyik pénz helyi pénzhelyettesítővel működő közösségbe elmegyünk, azt lehet látni, elég csak bemenni a faluba,
vagy a kisvárosban, hogy ott valami van. Ugye ott a Kim Gaer, ugye azt egy Waldorf iskola csinálta. A Waldorf iskolának a diákjai indították el, és most egy hatalmas helyi pénz Németországban, és gyakorlatilag azok a diákok, azok ma már így elismert helyi pénz szakértők, és konferenciákat szerveznek, és mindent. Tehát, hogy ez nem kellene a Kinizsi Banknak a szponzorációjában menni, ezt holnap a Waldorf iskola saját maga is megcsinálhatná, mert ez egy olyan dolog, hogy ez csak egy elhatározás kérdése. És mint ahogy ez is egy elhatározás, minden más egyébként csak egy elhatározás kérdése, hogy én mit csinálok. És ha már az ember azt mondja, hogy csinálok egy helyi pénzt, akkor tulajdonképpen vállalkozóvá válik. És igazán arra jöttek rá ezek az emberek, vagy egyszerűen az történt, hogy azt kezdték gondolni, hogy ja, hát a gazdasági világot, tehát a vállalkozások világát meg lehet úgy változtatni, hogy én egy olyan vállalkozást csinálok, ami nem úgy működik, mint a régi. Ha én tudom azt a küldetésemet, amit az előbb, amit ugye a Hampas Bélától nagyon szépen megkaptunk, ha ezt meg tudom valósítani egy vállalkozásban, akkor az teljesen jó. Akkor én megint egy csírát elültettem, és az a partnereken keresztül hatni tud a világban, valamilyen változást tudok a gazdaságba hozni, és akkor ebből lettek a szociális vállalkozások. Tehát gyakorlatilag ma a világban több ezer olyan vállalkozás működik, ami nem a pénzért jött létre, hanem egy ideának a megvalósításáért. És ez az idea, ez amit itt felolvastam, illetve erre ezzel azonos. Mégpedig azt szeretnék elérni, hogy vállalkozói eszközökkel gyógyítani a világot, a közösséget. Tehát, hogy olyan vállalkozást indítani, aminek az eredménye nem a részvényérték növekedése, vagy nem a hihetetlenül nagy 20-30-50%-os profit, hanem a világban valamilyen gyógyulás, valamilyen egészséges impulzusnak a világba való kivitele, azaz ezek a vállalkozók ugyanolyan vállalkozást működtetnek, mint a többiek, ugyanúgy van könyvelése, meg ugyanúgy leadja a mérlegét az év végén, meg mindent ugyanúgy csinál, meg számlát ad, meg mindenki más. Egyetlen egyben különböznek a többitől, hogy náluk az az eredmény, ha a világban valami megjavult. Ha az embereknek jobb, ha valamit meg tudtak gyógyítani, valamilyen gyógyító impulzust tudtak kivinni. És ugye ennek az első ilyen alapítója, vagy az első ilyen szociális vállalkozás, akit ugye ma tanítanak, és ugye ez az ember olyan béke Nobel-díjat is kapott, ez egy bank. Ez a Mohammad Yunus nevű férfi, ez Bangladesben és Pakisztánban kezdte, ő gyakorlatilag mikrohiteleket adott ott az embereknek. Ugye ez azóta elterjedt a világban, de akkor, amikor ő elkezdte, akkor mindenki azt mondta, hogy hülye, nem is adtak neki pénzt. Tehát gyakorlatilag neki úgy kellett összeszedni ezt a kevés pénzt, amit akkor ott az embereknek adott, és ma már több millió partnere van, és gyakorlatilag nem Bangladestől egészen az Amerikai Egyesült Államokig mindenhol nyomorúságos helyzetben lévő szegény családoknak ad annyi pénzt, hogy vegyen Afrikában egy asszony egy varrógépet, és akkor azzal neki van egy vállalkozása, amivel azt a 20-30 dollárra kerülő varrógépet ennek az árát vissza tudja fizetni azzal, hogy ruhákat var, vagy javít, vagy amit éppen csinál, és akkor ilyen apró kis dolgokat csinálnak, tényleg ilyen 20-30-40 dollárokat adnak egy családnak, vagy százat, és ami a legérdekesebb ebben az, hogy jobb a visszafizetési rátájuk, mint a nagy bankoknak. Tehát ugye az elején azt mondták ennek, hogy hát ez egy hülyeség, hát el fogod szórni a pénzt. Senki nem fogja visszaadni, hát ki fog neked 20 dollár visszaadni, és érdekes módon az van, hogy mindenki visszaadja. Tehát, hogy olyan mértékben megváltozik az embereknek maguknak is a világról való véleménye, hogyha azt látom, hogy hát egy millió ember visszaadja, akkor azért valami mégiscsak mások az emberek, mint amilyennek én gondolom. Hát meg az egyéni felelősség, nem, hogy 20 dollár elő tudok én teremteni. Tehát hogy mert az emberek azért szeretik a felelősséget, én azt gondolom, hogy szeretik a felelősséget vállalni, mások minden ezeket hal, de hogy ennek olyan a leáltató felelőssége, hogy én. Igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy ők ezt hogy csinálták. Nyilván nem úgy volt, hogy csak úgy odalöktek a bankszámlára 20 dollárt. Tehát, hogy úgy itt közösségeket csináltak, és érdekes módon például Afrikában elsősorban a nőkkel. Tehát ugye az, hogy nem a férfiaknak adták a pénzt, hanem a nőknek kerestek munkát. Tehát, hogy nagyon sok mindent ki kellett nekik találni, hogy ez hogy működik, de az a modell, amit most csináltak, azt ugye tanítják már világszerte. És ott, ahol mondjuk szociális vállalkozókat képeznek egyetemeken, ott a Mohammad Yunus ugye az egy iskola példa, ő
ő ennek az egésznek az első csírája volt a világban. De hát azóta ez hihetetlen mértékben megnőtt, és ketté vált. Érdekes módon vannak emberek, akiknek az lett a küldetése, hogy támogassa ezeknek a szociális vállalkozásoknak a működését és a létrehozását, a mások meg, akik csinálják. És de olyan mértékben, hogy például van egy Jeff Skoll nevű fiatal srác, aki az eBay nevű honlapnak volt a kitalálója, ő csinált ezt az eBay-t. Ez valószínűleg ismeritek, hogy ez egy ilyen vásáros honlap. És amikor már csúcson volt ez a honlap, akkor hirtelen eladta, és euróban is ilyen 100 milliókat kapott érte, és minden pénzt, amit kapott, azt egy alapítványba beletette azért, hogy a szociális vállalkozásokat támogassa. És akkor csináltak Oxfordban egy tanszéket, ahol fiatalok a szociális vállalkozásra tanítanak, mert azért ez egy vállalkozás, de mégis kicsit másképp kell gondolkozni, meg másképp csinálják az üzleti tervet, meg mindent. Oda lehet járni. Például mostantok már évek óta, akit Magyarországon elvégzi a 3 évet, akkor az ott MBA-re kimert Oxfordba is, vagy a London Egyetemen is most már lett egy tanszék, tanulhat szociális vállalkozást. És akkor az a vége a diplomunk, hogy megcsinálja a saját szociális vállalkozásának az üzleti tervét, és akkor a végezett egyetemen elkezdheti csinálni. Tehát, hogy csinált tanszéket, csinált egy médiaügynökséget ebből a pénzből, aminek az a feladata, hogy minden erejével ezt a szociális vállalkozást Angliában, Németországban, tehát Nyugat-Európában reklámozza. Tehát, hogy az emberekkel tudatosítsa, hogy igenis ilyen vállalkozások tömegesen vannak, és hogy nem igaz az, hogy az emberekben a gazdaságban nincsen szociális érzékenység, hanem hogy a kis van, meg ezt a nagy hatalom az alaptörvény. Világtalálkozókat szerveznek. Én nekem az volt a szerencsém, hogy egyszer el tudtam menni, hogy több ezer ember gyűlik össze a világ különböző részéből, akik mind ilyen Afrikától kezdve, indiai, amerikai, dél-amerikai, mindenhol ilyen szociális vállalkozásokat működtetnek. És aztán jöttek persze az ilyen támog, mert például Magyarországon működik például az Asoka Alapítvány is, aki ugyanígy pont arra jött létre, hogy szociális vállalkozásoknak üzleti terveket dolgozzanak ki, mindenfélét csinálják. Tehát ez a vonal, ez hihetetlenül megerősödött, és mi a furcsa ebben az egészben, ahogy a helyi pénzben ugye ilyen gyengék vagyunk, Magyarországon alig találni. Múltkor volt, csináltak ezek az asokások egy ilyen konferenciát, hát azt kell mondanom, a szociális vállalkozó nem volt ott, tehát egyszer nem találtak ilyet, de az, ahogy beszéltek róla, még az is számomra ijesztő volt, mert azt tűnt ki, hogy akik ott voltak, azok se tudták, hogy mi ez. Tehát, hogy azt hitték, hogy a szociális vállalkozás az, hogy csinálok egy alapítványt, és akkor támogatok itt egy fogyatékos otthont. Tehát nem értették, hogy az egy rendes vállalkozás, ami azért jön létre, hogy ugyanúgy keressen az igazgató, meg minden munkatársnak rendes fizetése van. Tehát ezek nem jótékony emberek, ugyanúgy keményen dolgoznak, és ugyanúgy van mindenük, mint minden vállalkozásban, csak más a céljuk, nem pénzt akarnak keresni, hanem jót tenni a világon. Úgyhogy ez lassan talán azért ez is beszivárok, hogyha beszélünk róla, hallunk róla mindent. De ami most az utóbbi időknek, és tényleg most a legutolsó egy-két évnek az ilyen forradalmi változása, azt úgy hívják angolul, hogy shared economy. Ugye ennek még magyar neve sincs, ez a megosztott gazdaságot jelenti. De most egyszer csak az a döbbenetes hullám indult el a világban, de tényleg egy-két év alatt, hogy az embereknek a saját tulajdonukhoz, a magántulajdonukhoz való viszonya totálisan megváltozott. Tehát egyszerűen az lehet, hogy az emberek úgy érzik, hogy eddig, ami az övé volt, és nem lehetett hozzányúlni, hogy az autójában nem ülhet be, bár csak ő vezetheti, a lakásában nem enged be senkit, meg ne. És egyáltalán azok a tárgyak, amik körülötte vannak, az csak az övé, és még ha nem kell, akkor sem adom oda senkinek, az egyszerűen átalakult, és most valamilyen, mint egy ilyen vírus terjedt el a világban, hogy mindent meg akarnak osztani az emberek egymással. Az autójukat, a lakásokat, a tárgyaikat, és ezt hirdetik, és ez olyan mértékűvé vált, hogy már ilyen vendéglátóipar, szállodaipar, fuvarozás, tehát olyan területeken már veszélybe sodorja azokat a vállalkozókat, ezen a területen dolgoznak, mert idézőjelben egy konkurencia a számukra. És még ugye ez annyira az elején tart, hogy igazán nem is lehet látni, hogy mi lesz ebből. Mert az emberek tényleg így kezdenek el gondolkozni arról, hogy ami neki van, az nem csak az övé, hanem a közösségéjé is, az valami óriási változást fog jelenteni a világban. És ugye ennek a legjobb példája az a világbajnokság volt Brazíliában. Kezdetben nem értették, hogy tudott ennyi ember Brazíliába elmenni, és nem az utcán aludtak, mert kétszer annyian voltak ott vendégek, mint amennyi szálloda van Brazíliában. És ugye aztán most már kiderült, hogy azért, mert a brazilok ugyanúgy jöttek, hogy
azt mondták, hogy aludjatok nálunk a lakásban. És ugye ez a szállodaipart ugye ez olyan mértékben sújtja, hogy ha nem BB van, ugye amikor egyébként is tele vannak, de az emberek elkezdenek keresgélni olyan másik embert, aki kiadja a lakását, hogyha én mondjuk Párizsba megyek, akkor megismerjük egy francia családot, együtt éljek vele, együtt reggelizünk, minden, és nyilván hát a fizetés is minden egészen másképp zajlik le, mint egy szállodában. Azaz senki nem, egyenlőre nem tudják megmagyarázni így a gazdasági szakértők, hogy mi történik a világban, de azt látják, hogy valami nagyon át fog alakulni, és hogyha ezt ők nem tudják megakadályozni, ugye Magyarországon is mit csinálnak, ugye van ez a T-mobilos alkalmazás, amivel ez az autó megosztást. Ugye ez gyakorlatilag ugyanez. Ez máshol jól működik, nálunk ugye meg fogják akadályozni, mert azt mondják, hogy ez vállalkozói tevékenység, nem lehet csinálni, kész. De a többit, amit nem tudnak megakadályozni, akkor ez olyan mértékben át fogja alakítani a gazdasági tevékenységet, és egyáltalán a termékekről és az igényekről és azoknak a kielégítéséről való eddigi fogalmainkat, és azt, ami ma a világban van, hogy szerintem ezt egyszerűen nem is lehet látni. Ez csak talán valamit jelez abból, hogy ez a küldetés, amit a Hanvas Béla megfogalmazott, az most tényleg kezd meg átalakul, vagy megjelenni a világban, és átalakul minden, nem csak a társadalmi területen, hanem a gazdaságban is. Márpedig a gazdaság így átalakul, akkor reményünk lehet arra, hogy ez egyébként ez a három terület, ugye úgy áll most fejre, hogy fölül van a gazdaság, és középen a politika, és alul a kultúra, hogy ez elkezd szépen lassan talán visszabillenni. Talán esélyünk lehet arra, hogy ezáltal az átalakulás által, ez az őrült hatalom, ami ma a gazdaság kezében van, ez egy kicsit gyengül, és ez az egyensúly, ami van, ez talán visszajöhet. Ugye most igazán a globalizáció, az egészséges globalizáció az azt jelenteni, hogy az egész világból minden ember egy közösség tagjának érezné magát. Ja, az a beteg globalizáció, amit velünk megpróbálnak elfogadtatni, és azt mondják, hogy ez az igazi, nem az, amit te érzel a szívedben, az tulajdonképpen meg pont ennek az ellenkezője. Tehát igazán most a világ abban az irányba mutat, hogy mindegy, hogy Brazíliában megyek, vagy hova, mindenhol nyitott közösségekben otthon találom magamat. És ha ez tényleg úrrá tud lenni ezen a jelenlegi beteg globalizáción, akkor van remény arra, hogy az a sötét kép, amit a múltkor festettem, az tényleg jó legyen, de ehhez mindenkinek tenni kell, sajnos. Ez ugye arról szól, hogy akkor mindannyiunknak át kell élni azt, hogy mi a küldetésünk, és akkor azt szerint kellene lépni, vagy valamit tenni. Úgyhogy azt kívánom nektek mindannyiatok, hogy éljétek át, vagy olvassátok el még egyszer ezt a Hanvas Béla idézetet, és akkor... Ja, igen, ezt olyan... Van nekem egy... Ugye tudjátok valószínűleg, hogy volt egy pár év az életemben, amikor ebben a Velemi Camp Hillben éltünk, és ott volt egy autista fiú, aki az egyik délutáni szünetben, amikor ugye ilyen pihenés voltak, a nagyobbak írogattak vagy rajzolgattak, egyszer csak lehozott egy papírt, és azt mondta, hogy ezt neked írtam, és így a kezembe nyomta. Ez most egy másolat róla, de hát látjátok, hogy egy ilyen fogyatékos embernek a fogyatékos írása egy kicsit ilyen nehézkesen, meg ugye helyes írási hibákkal is, meg minden, de végül is elképesztő dolog volt, és lehet, hogy ez talán egy jó lezárás lenne erre az egészre, mert az a címe, hogy az ember. Miért születtél? Kérdőjel. Azért, hogy másokon segíts. Nem magadnak születtél. Az egy csoda, hogy mindent megteszel emberekkel, és az, hogy önmagad is közben megtudod, hogy ki vagy. És megtudod, hogy mi az, hogy igen, és mi az, hogy nem. Nem magadnak születtél. És az aláírás. Úgyhogy ez a fiú, ez akkor egy délutáni pillanatban talán átérte azt, hogy mi mindannyi az embernek a küldetése. És ez tényleg a maga módján egészen fantasztikusan megfogalmazta. És azt kívánom, hogy nektek is legyen egyszer egy ilyen délutánotok, és akkor tényleg azt szerint is tudjatok élni, ahogy amit megfogalmaztak magatoknak, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm.